A lengyel történelem nagy alakjait kellett felismerni, majd Lengyelország vaktérképén bejelölni a nagyobb folyókat és városokat azoknak a 7. osztályos tanulóknak, akik bejutottak a lengyel-magyar két jó barát elnevezésű megyei műveltségi vetélkedő döntőjébe. A megmérettetést 7. alkalommal rendezte meg a Bem József Általános Iskola, a nyíregyházi lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatásával a két nép között szövődött szoros kapcsolat tiszteletére. Nagyon fontos nekünk az, hogy a lengyel népnek a kultúráját, a lengyel népnek az életét, a történelmét megismerjék gyerekeink, és ezt próbáljuk erősíteni ezzel a versennyel. A kétfordulós versenyt az iskola a megye 7-eseinek szervezte. Az első kör feladatait online oldották meg a tanulók. A legjobb 6 csapat meghívást kapott a döntőbe, ahol 24 diák plusz a 4 bemes versenyző mérte össze tudását a két nép közös múltjáról. A nyíregyházi iskola szervező pedagógusait a nyíregyházi lengyel nemzetiségi önkormányzat segítette. A két nép barátsága nagyon fontos mindenkinek, és ebbe a legfontosabb az, hogy a fiatalok is megismerkedjenek a két nép közös történelmével. A február végén indult verseny során a nevezett tanulók sok ismeretet szereztek a lengyel népről. Tuzséről érkeztem, a Lónyai Megyért Általános Iskolából. Megtetszett a versenykiírás, mindig is érdekelt engem és a barátaimat Lengyelország földrajza, történelme, és úgy döntöttünk, hogy benevezünk. A csapatverseny lehetőséget teremtett a gyerekeknek arra, hogy megismerkedjenek Magyarország és Lengyelország évszázados jó viszonyával. Mind a saját, mind a világtörténelmet játékos formában tudják tanulni, másrészt pedig kapcsolatba kerülhetnek azokkal az országokkal, településekkel, amelyeknek a várossal is az elmúlt évtizedekben nagyon jó kapcsolata alakult ki, így például Lengyelországban is 2 településsel, Zsesóval és Gorlicével is testvér, illetve partnervárosi kapcsolata van a városnak. A zsűri tagjai a versenyző gyerekek felkészültségét és tárgyi tudását pontozták. A megmérettetés ünnepélyes eredmény hirdetésére március 21-én hétfőn a 17 órakor kezdődő Lengyel-Magyar Barátság Napja alkalmából szervezett gálaműsoron ismertetik.